A sikerrel megvívott Ferencváros elleni bajnoki és a szerdai Juk Dubrovnikkal szembeni BL meccs között a Magyar Kupa decemberi 4-es döntőbe jutásért a Miskolccal mérkőztek az egriek. Hazai oldalon Hárai most is hiányzott. Az összecsapás érdekessége volt, hogy több volt egri is sapkát húzott a vendégeknél, így a kapus Csoma Kristóf, aztán Hornyák Olivér, Jakab Dániel, valamint a vezetőedző Sike József és egyik segítője Balázs Miklós is Egerből indult. A Sasa Misic által vezérelt vendégek a második negyedig 5-3-ig tartották a lépést a hazaiakkal, innen növelte fokozatosan az előnyét az egri gárda, egy kisebb megingástól eltekintve. Az utolsó negyedet 7-2-re nyerték Hosnyászkijék, összesítésben 9 góllal 16-7-re nyerte a párharc első összecsapását az Eger, vagyis lényegében eldőlt a továbbjutás. Örülök annak is, hogy úgy alakult a harmadik negyed, ahogy alakult, hogy ott megakadt a támadásunk, mert hogy szorosra váltottak át, és voltak ellen a problémáink. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ezt a harcmodort fölvállaltott a Miskolc, mert ez egy nagyon hasonló dolog, mint amit majd Dubrovnikban, ami ellen Dubrovnikban játszanunk kell, úgyhogy azért mondom, hogy abszolút elégedett vagyok. A visszavágó december 3-án Miskolcon lesz. Nem hosszú a pad, ezért 4-5 ember 30 perceket töltött a vízbe, és átálltunk a harmadik negyedbe egy kőkemény szoros emberfogásra, ami nagyon jól sikerült, mert följöttünk 8-5-re. De hát abba persze így el lehet fáradni, hogy utána kipukkadtunk. De voltak olyan momentumok, amit föl fogunk tudni használni a bajnokság hátra lévő részére. A másik három párharc közül az OSC 13-8-ra nyert a BVSC ellen, a Szolnok 14-7-re győzte le a Ferencvárost, míg a Szeged hazai pályán kapott ki egy góllal a Honvédtól.